Figyelj, Gyuri, majd visszafelé inkább. Örüljünk és visszajövünk. Pálinkával hiába kínálták Botka Lászlót a tiszaújvárosi halászléfőző fesztiválon. Az MSZP miniszterelnök jelöltje ma újabb országjárásba kezdett. Tavasszal a Tegyünk igazságot, fizessenek a gazdagot nevet viselő programját ismertette. Most azt mondja, olyan eseményekre megy majd el, ahol minél több emberrel találkozhat, mert személyesen akar beszélni velük a mindennapi problémáikról. Sok ezer emberrel szeretnék találkozni, meghallgatni a panaszaikat és ismertetni a tavasszal meghirdetett új, az igazságosságra épülő baloldali programot, és természetesen ezeken a találkozókon külön megbeszélés is folytatok helyben a helyi, nem csak szocialista, hanem a demokratikus ellenzéki képviselőkkel. Botka László szeptember elejéig járja az országot, Tiszaújváros mellett több településre, köztük például Gyöngyösre, Bonyhádra, Siófokra megy, de a Sziget Fesztivál egyik napján is ott lesz. Az MSZP miniszterelnök jelöltje megerősítette, még ebben a hónapban bemutatja az úgynevezett árnyék kormánya tagjait. Nagy-Britanniában bevett gyakorlat az ellenzéki pártoknál, hogy minden szakterületnek van egy kijelölt politikusa, aki az adott ügyekben képviseli az álláspontjukat. Nem egyszerű, de dolgozunk. Botka László nem csak országjárásra indul, úgy tudjuk, a hónap végén baloldali értelmiségi találkozót is szervez, ezt maga is megerősítette a Híradónak. Valóban augusztus 26-ára Szegeden tervezek egy nagyszabású értelmiségi találkozót, és erre több száz értelmiségi tervezünk meghívni mindenkit, aki velünk együtt egy élhetőbb, igazságosabb európai Magyarországban gondolkodik. Kerestük a Fideszt, hogy megkérdezzük, mi a véleményük Botka László újabb kampánykörútjáról, de kérdésünkre nem kaptunk választ.